Én, Mészáros László, esküszöm az élő Istenre. Felszentelték Mészáros László tábori püspököt és Szabó Ferenc püspök helyettest a nagyváradtéri református templomban. Az új egyházi vezető Jákob Jánost váltja a püspöki székben, aki több mint 10 évig szolgált a protestáns tábori püspökség élén. Értitek, még a gúnyolódásban is ott van az Isten szeretete. Steinbach József, a zsinat lelkészi elnöke a felszentelő Isten tiszteleten ige hirdetésében arról beszélt, Jézus kereszt halálakor még a tömeg gúnyolódásában is ott van Isten szeretete, ugyanis a pogány római százados, aki reggel megfeszítette Jézust, estére hitvallást tesz. Ez a szolgálatnak a gyönyörűsége, a gúnyolódás ellenében adja az Isten az ő lelkét, hogy minden helyzetben felfedezzük a hitnek, az életnek, a lényeg látásnak ezt a békességet és örök életet munkáló töbletét. A püspök szentelésen részt vettek a magyarországi református és evangélikus püspökök, állami és honvédelmi vezetők. Mészáros László csaknem 30 éve szolgált tábori lelkészként, nem egyszer életveszélyes kiküldetésekben kísérte bajtársait. Ezekben a missziókban a Szentírás szavai erősítettek nap mint nap, amivel igyekeztem bátorítani a körülöttem lévőket, továbbadni nekik, hogy a szorongattatás ellenére is figyel ránk a mennyei Atya. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Az új protestáns tábori püspökre és püspök helyettesre a magyarországi református és evangélikus egyház vezetői mondtak áldást. Mészáros László megbízatása 6 évre szól.